A négyzet után egy háromszöggel tér vissza a mozivászonra az utóbbi évek legünnepeltebb svéd rendezője Ruben Oslund. A négyzet című alkotása 2017-ben tarolt Kámban, és el is nyerte az aranypálmát. Legújabb forgatását azonban három hónapra szüneteltetnie kellett a koronavírus járvány miatt. Pedig a szomorúság háromszögének főszerepére egy igazi hollywoodi csillagot Woody Harrelson sikerült megszereznie. Zavarba ejtő egyszer csak belepottyanni egy olyan arénába, ahol a világ összes angol nyelvű filmével kell versenyezned. Eddig egy kis idegen nyelvű filmet csináltam, és szabadon utálhattam az angol túlsúlyt, de most már ugyanannak a filmes világnak és szórakoztató a részei vagyunk, mondta Oslund. A direktor ezúttal se illeszkedik bele a hollywoodi sémákba. Új alkotásában is az elkényelmesedett és pökhendi elitet kritizálja. Szatírikusan mutatja be a divad diktátorok és milliárdosok világát. Főleg a filantrópokat támadom, mert ezek az emberek csak azután lettek emberbarátok, miután mindenkit kizsákmányoltak és meggazdagodtak, magyarázta. A szomorúság háromszögét 2021-ben mutatják be Európában.